Sziasztok! Az előző videót nagyon sokan szerettétek, ezért úgy döntöttünk, hogy ma ismét egy hasonló dologgal jelentkezünk. Nem más lesz a téma, mint a Walkür hadművelet, ami a leghíresebb Hitler elleni merényletként vonult be a történelembe. Ez nem kis szó, ugyanis hiszitek vagy sem, az ellene elkövetett gyilkossági kísérletek száma a 40-et is meghaladja. Ha újak vagytok a csatornán, akkor mindenképp iratkozzatok fel, ha pedig az elsők között szeretnétek értesülni a legújabb videókról, akkor kattintsatok a feliratkozás gomb melletti harangikonra is, és válasszátok az összes opciót. Na kezdjük! Még mielőtt belemennénk a részletekbe, nézzük meg pontosan, mit értünk Walkür terv és mit Walkür hadművelet alatt. Nos, ezt két oldalról is meg lehet közelíteni, egyrészt Hitler, másrészt az összeesküvők oldaláról. Kezdjük az előbbivel, vagyis a Walkür tervvel. Habár Németország jó eredményekkel kezdte a II. Világháborút, az idő előre haladtával egyre rosszabb helyzetbe került, így a korábban biztosnak hitt végső győzelem is megkérdőjeleződött. Ezt persze senki sem merte a Führer szemébe mondani, de valahol maga is sejthette. Ezt bizonyítja az is, hogy 1943-ban utasítást adott ki a Walkür terv kidolgozására. Ezt egyfajta vészforgatókönyvnek szánta egy belső lázadás esetére. Erre akkoriban reális esély mutatkozott, ugyanis a háborús sikerek hiánya igencsak kiváltotta a nép elégedetlenségét. Hitler a terv kidolgozásával Klaus Schenk von Stauffenberg ezredest bízta meg. Ennek azért van különös jelentősége, mert maga Stauffenberg volt a Hitler elleni merénylet fő alakja. Ez már önmagában is egészen elképesztő, mivel Hitler pont a merényletek megelőzése érdekében gyakran végeztetett ki embereket, akár párton belül is, ha azok kicsit is gyanúsan viselkedtek. Ez alkalommal viszont mégsem vette észre, hogy mire készülnek a háta mögött. Stauffenberg és társai, akiket most nem sorolnánk fel egyesével, részletesen kidolgozták magát a merényletet, illetve az ezt követő hatalom átvételre is kész tervük volt, nézzük most ezt az utóbbit. Stauffenbergék tisztán látták, hogy a háborút már Hitler nélkül sem tudnák megnyerni, ezért legfőbb céljuk az volt, hogy a sikeres hatalom átvétel után valamilyen úton, módon békét kössenek a szövetségesekkel. Ez már a hadművelet végső célja volt, idáig azonban számos intézkedés várt még rájuk. Ahogy már említettem, Hitler Stauffenberget bízta meg a Walkür terv kidolgozásával, aki ennek keretein belül vakmerőcsellhez folyamodott. Pontosan tudta, hogy ha a merénylet sikerrel is jár, és Hitler meghal, ez még nem jelentené azt, hogy gond nélkül átvehetik a hatalmat. A legfőbb problémát az SS jelentette. Aki esetleg nem tudná, az SS egy 800 ezer főből álló katonai szervezet volt, mely kegyetlenségéről és Hitler melletti elkötelezettségéről volt híres. Ha tehát Stauffenbergék megölik Hitlert, több mint valószínű, hogy véres polgárháború vette volna kezdetét a merénylők és híveik, valamint a Hitlerhez hű SS között. Itt jön képbe az előbb említett csel. Stauffenberg kitalálta, hogy a Walkür tervben titokban olyan módosításokat eszközöl, hogy abban ne Hitler hatalmának megvédése, hanem épp ellenkezőleg az őt támogató SS lefegyverzése szerepeljen. Miután Stauffenberg elvégezte ezeket a módosításokat, a munka nagy része még hátra volt. Egy ilyen dokumentum ugyanis csak akkor válhatott hivatalossá, ha azt Hitler is aláírta. Jogosan gondolhatjátok, hogy ez így teljesen értelmetlen, mégis ki a fene írna alá egy olyan tervet, amely gyakorlatilag saját maga elpusztítására irányul. Stauffenberg azonban bízott a sikerben. Azzal számolt, hogyha a Führer elé helyezi a tervet, az aláírja azt anélkül, hogy átolvasná, mi szerepel benne. Ebben okkal reménykedhetett, ugyanis a német vezérkar, beleértve Hitlert is, háborús hősként tekintett rá, akinek hűségében senki sem kételkedett. Stauffenberg tehát, ha úgy vesszük, visszaélt Hitler bizalmával, és győzelem vagy halál alapon elvitte a tervet Hitlernek. Bátorságát siker koronázta, a Führer 1944. június 7-én mit sem sejtve aláírta az átdolgozott Walkür tervet. Innentől már idézőjelben csak a meggyilkolását kellett kitervelni és véghez vinni. Mielőtt a merényletet részletesen ismertetnénk, érdekességként megemlítenénk, hogy Stauffenberg ezt megelőzően már háromszor is megpróbálta kioltani Hitler életét,
ezt minden alkalommal bomba segítségével tette volna. Ezek a kísérletek végül azonban vagy azért nem sikerültek, mert a Führer valamiért mégsem jelent meg a merénylet helyszínén, vagy mert Himmler és Göring, Hitler fő helyettesei nem voltak a közelben. Ez azért volt probléma, mert a merénylet egyik résztvevője, Stauffenberggel ellentétben azon az állásponton volt, hogy a sikeres hatalom átvételhez az ő haláluk is kulcsfontosságú. Na de térjünk rá végre a Valkür merényletre, melyre 1944. július 20-án került sor. Stauffenberg kora reggel egy 1 kg-os bombával a fedélzeten útnak indult Hitler főhadiszállása a Farkasodu felé, ahol a terv szerint egy megbeszélést tartottak volna a délutáni órákban. Ekkor érkezett azonban a hír, hogy Hitler megváltoztatta a megbeszélés helyszínét és idejét is. A Farkasodu helyett egy másik épületet választott, mivel a nyári hőségben túl meleg lett volna egy olyan föld alatti bunkerben, mint amilyen a Farkasodu is volt. A megbeszélés idején pedig azért kellett változtatni, mivel délután 3-kor a Führernek már Mussolinivel volt találkozója. A változások ellenére Stauffenberg időben megérkezett a helyszínre, ahová táskába rejtve a robbanószert is sikerült feltűnés nélkül bevinnie. A megbeszélésre egy téglalap alakú helyiségben került sor, melynek közepén egy hatalmas töltyfa asztal kapott helyet. Stauffenberg félrevonult, élesítette a bombát, majd Hitlerhez a lehető legközelebb letette a táskát. Innentől már csak percek voltak hátra a robbanásig, ezért Stauffenberg csendben el is hagyta a helyszínt. Távozásakor épp egy ezredes tartott beszédet, akinek útjában volt a táska, ezért azt arrébb helyezte, egész pontosan az asztal túloldalához. A későbbi elemzésekből egyébként kiderült, ez mentette meg Hitler életét. Na de ne szaladjunk ennyire előre. A bomba a tervnek megfelelően 12 óra 42 perckor felrobbant, a helyiség romba dőlt. Első ránézésre úgy tűnhetett, senki sem élte túl a robbanást, a romok láttán maga Stauffenberg is azt hitte, a Führer halott. Ebben a tudatban repült vissza Berlinbe, ahol társaival együtt azonnal elkezdte volna a Valkür terv megvalósítását. Ekkor tudták meg azonban, hogy a robbanás korán sem okozott akkora károkat, mint arra korábban számítottak, a Führer pedig néhány karcolással megúszta. Innentől kezdve Stauffenberg percei meg voltak számlálva, akit egyébként három társával együtt még aznap elfogtak és kivégeztek. Ez csak a kezdete volt annak a véres megtorlásnak, ami ezután következett, és egészen a háború végéig eltartott. Hitler kegyetlenül leszámolt a merényletben résztvevőkkel és azok családtagjaival, és már-már azt hihette sebezhetetlen. Végül, de nem utolsó sorban tegyük fel azt a kérdést, hogy vajon mi lett volna, ha Stauffenbergék merénylete sikerrel jár, és sikeresen átveszik a hatalmat. Vajon Németországnak sikerült volna békét kötnie a szövetségesekkel, vagy valami egészen más történt volna? Ezt már sosem tudjuk meg, azonban kíváncsian várjuk, ti hogy válaszolnátok meg ezt a kérdést, kommentben várjuk a véleményeiteket. Ezzel a videó végére értünk. Reméljük tetszett nektek, ha így van, és a jövőben is szívesen látnátok hasonló témákat, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel, ha még nem tettétek. Köszönjük, hogy végignéztétek, egy hét múlva találkozunk a következő videóban. Na sziasztok!